Bejátszok egy érdekes felvételt, egy nagyon erőteljes kijelentést, figyelmeztetést, és utána el fogom mondani, hogy én mit kaptam azzal egy időben. Amikor a kedves utitársam Ferenc kapta ezt az álmot, ezt a figyelmeztetést, azzal egy időben én mit kaptam. Az igazság az, amikor beszéltem vele, és elmondtam neki, hogy mit kaphattam, akkor a hideg kirázott bennünket, őt is és engemet is. Következzen a felvétel, a kijelentés, és utána pedig az, amit én is kaphattam Isten kegyelméből. Azt az álmot kaptam a jóságos Istentől az éjszaka, hogy egy háromszintes épületben voltam, amelyen hosszú folyósók voltak, és tudom, élek által tudtam, hogy ezt az épületet arra célra építették, hogy az emberek tudjanak tisztálkodni. Tehát nagyon sok helyiség volt kialakítva, és mindegyikben tuskabinak voltak, holott én egyet se láttam, de én avval a céllal mentem oda, hogy én is szerettem volna tusolni. De az ajtóba olyan emberek álltak, akik nem szívesen láttak engem. Nem mondtak nekem semmit, csak megindultak felém, és tudtam, hogy nekem ki kell mennem. És próbálkoztam másik folyósókon is, de ott sem jártam sikerrel. Így hát elindultam hazafelé. Ekkor már derékig érő, gyönyörű szép tiszta vízben gyalogoltam, és nem hogy tiszta volt ez a víz, de kellemesen langyos. Ez az út nem volt teljesen sima, mert enyhe emelkedőkkel és lejtőkkel, de ez a víz mindig a derekamig ér. És ahogy beértem a hálószobába, a következő államkép már az volt, hogy láthattam Bodó Attilát, ahogy alszik, és éppen üzenetet, hogy álmot kapott. És ahogy oda mentem, megfogtam a kezét, a teste enyhén kezdett remegni, és azt az üzenetet, amit akkor éppen kapott, azt megérthettem én is. Tehát az az üzenet, amit akkor kapott, az rólam szólott, amelyben az állt, hogy egy bizonyos napon, amely közelebbről meg is fog történni, és amely éjszaka éjjel 12-től még egy nagyon kemény megpróbáltatáson kell, hogy átesnem. És akkor a lélek által azt válaszolhattam, hogy ha Jóisten tudta nélkül, semmi sem fog tudni történni. Tehát ha Isten tud róla, akkor bátran jöhet bármi. Én állok elébe. Ennyi volt ez az álom, és ahogy megkaptam ezt az álmat, rögtön meg is fel is ébredtem, de nem volt semmi félelem bennem. Ha bármi is történik, Isten fog tudni róla. Azt a megértést kaptam lélek által, ahova mentem, hogy tisztálkodjak, hogy tusoljak le, azt az épületet már azok uralták, akik a széles úton vannak, és a keskeny útról nem engedtek senkit be oda. De Isten megmutatta, hogy amíg ő benne vagyunk, addig az élővíz minket körülvesz. Tehát benne állhatunk reggeltől estig, és estétől reggelig. És a következő álomképben a lelkem ott lehetett Attila ágya mellett, ahogy éppen kapta az üzenetet, és ahogy a kezét foghattam, azt az üzenetet, amit éppen kapott, azt megérthettem én is. Ami pontosan akkor nekem szólott. Még a napot is akkor hallhattam, hogy mikortól, éjszaka 12-től még egy kemény próbát ki kell állnom, de hogy melyik naptól lesz ez, nem tudom. Na ezt az álmot adta a Jóisten, hogy Attila kapott-e rólam valójában álmot, azt nem tudom. Na ennyit szerettem volna. Isten áldjon, sziasztok! A válasz a kérdést az, hogy nem kaptam álmot Ferencről, kifejezetten Ferencről. Viszont mégis kaptam álmot róla. Miért? Azért, mert amikor én kapok álmot, vagy kapok egy megértést, egy kijelentést, egy üzenetet, egy figyelmeztetést a mindenható Istentől, akkor azt nem csak magamra kapom, hanem Ferencre is, rád is. Minden egyes testrészre vonatkozik, amit én kapok. Tehát amit az egyik testrész kap a mindenható Istentől, az nem csak az övé. Amit ad nekünk a jóságos Isten minden nap tanításokat, kijelentéseket, figyelmeztetéseket, szembesítéseket és üzeneteket. Azt úgy lehet értelmezni, mint vérsejtek. A Krisztus vére, ugye a Krisztus vére vérsejtek. Tehát tudjuk jól, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mi a Krisztus teste vagyunk, mert Jézus nincs itt. Az a test, az a személy, az a fizikai személy, aki volt itt a Földön 2000 évvel ezelőtt, ő nincs itt. Hanem mi vagyunk az ő teste. A lélek itt van, az ő lelkét adta nekünk,
a beszédei által, tanításai által, és bennünk van az ő lelke, az ő szent lelke, ugye, a szavai által, amelyekkel megmosott minket. Azt mondta az apostoloknak, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amiket mondtam nektek. Tehát a szava itt van bennünk. És a szavát az nem csupán az, amit elolvastunk a Bibliából, az Új Szövetségből, az Evangéliumból, vagy az apostolok leveleiből, hanem mint tudjuk, az ő szava megújul bennünk minden nap. Minden napi kenyeret kapunk tőle, a mindenható Istentől. És ez a mindennapi kenyér, ez a mindennapi szó, amit kapunk Istentől, ez az ő testében, a Krisztus testében, az eklézsiában, vagy az egyházban, az olyan, mint a vérsejt, a vérsejtek. Ugyanaz a vérsejt feltetőleg végigjárja az egész szervezetet a vérrendszeren keresztül. A kicsi lábujjunktól egészen a fülünk cimpájáig, az agyunkig, mindenhova eljut. Ezért igaz az, hogy én kaptam Ferencről álmot. Kaptam rólad is álmot. Sőt, az az álom, amit Ferenc kapott, az nem Ferencről szól. Amikor ő azt mondja, hogy én ki kell álljak egy nagyon fontos próbát, még van egy próba, az nem csupán rá vonatkozik, hanem rám is, rád is. Mindenkire, aki megkapta az elhívást és elfogadta. Mindenkire, aki megismerte a Krisztus beszédét, örömmel fogadta. Mindenkire, aki engedte magát megtisztítani Jézus szavai által, és a mindennapi beszéd által, amit ad nekünk Isten. Tehát mindenkire vonatkozik. Így hát úgy fogalmazhatjuk, hogy Isten nekem azt mutatta, hogy még egy próbát ki kell álljak. Még lesz egy nagyon kemény próba. Tehát mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, és megértette, hogy miről szól a kiáltó szó, ez mindenkire vonatkozik, nem csak Ferencre. Az első álomképben ugye azt láthatta, hogy be akart menni egy három emeletes épületbe. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy értem tökéletesen az álmát. A lényeget azt Isten megmutatta nekem. Be akart menni zuhanyozni, tisztulni, de nem engedték őt be. Úgy tudta ő is, hogy ott az emberek megtisztulnak. Ott lehet zuhanyozni abban az épületben. Ezért ő is be akart menni oda, megtisztulni. De mivel ő nem volt szívesen látott vendég, őt nem engedték be abba az épületbe. Azt hiszem, hogy itten már egyesek kitalálták azt, hogy itten arról van szó, amit Jézus mondott, hogy kirekesztenek, kiközösítenek a gyülekezetekből, a templomokból, a vallási rendszerekből. Azokból a rendszerekből, amelyek elvileg arról szólnak, hogy az ember megtisztulhat általuk, vagy ott azokban a rendszerekben. Ők tisztulást ígérnek. A vallási felekezetek, irányzatok, nem csak a keresztény, hanem az összes. Tisztulást ígér az embereknek. Viszont többször beszéltünk arról, hogy Jézus nem vallás által ígérte a tisztulást, hanem az ő szavai által, az ő jelenléte által, Isten jelenléte által, a Szent Lélek által ígérte a tisztulást. Nem egy épület által, nem egy templom által, nem egy gyülekezet által. És azt mondta, hogy titeket ki is fognak innét rekeszteni az ilyen helyekről, mert azt fogják látni, hogy ti nem vagytok azzal összhangban, nem vagytok kompatibilisek a rendszerrel, úgymond. Mert ti élitek azt, amit én mondtam, hogy lélek által vagytok tanítva. Lélek által vagytok tanítva. Vagy ahogy mondja az írás, Istentől tanítottak lesznek. Ti is Istentől tanítottak vagytok, hogyha megtörtént az újjászületés. És ezért, hogyha egy újszülött gyermek, 20 éves, 15 éves, 70 éves, teljesen mindegy, hogyha ő elkezd lélek által beszélni, az nincs összhangban a rendszerrel, a vallással. Ezért nem látják szívesen a vallásban, a rendszerekben az ilyen embereket. Mert ők olyant mondhatnak, ami nincs összhangban az emberi elképzeléssel, az embernek az Istenről alkotott vallásos elképzelésével. Ezért nem engedték be őt a rendszerbe, hogy zuhanyozzon. De azt mondta, hogy ő hát betekintést nyert abba a rendszerbe, és úgy tudta, hogy ottan zuhanyozni lehet. De nem látott zuhanyzó fülkéket. Emberek, jól figyeljetek! Nem látott zuhanyzó fülkéket. Holott a megtisztulásról lett volna szó, zuhanyzásról, de nem voltak zuhanyzó fülkék. És végül pedig eljött arról a helyről, és elindult hazafelé. És azt tapasztalta, hogy őt víz veszi körül, tiszta, patyolat tiszta, kristálytiszta víz.
és kellemes volt, és ő abban a vízben tisztult. Az a víz őt körülvette mindenhol, mint ahogy most is az élő Istennek a lelke, a Krisztus lelke körülvesz minket, bárhol vagyok. Tegnap Csíkban voltam, Csíkszerdában, és ott is körülvett engemet és minket a mindenható Istennek a lelke. Gyergyóban úgy szintén, nem kell hozzá semmilyen épület, épületben is ott van, ugye, akár, de szabadon is, ugye, a szabad levegőn is. Ez a víz, ami jelképesen a Krisztus beszéde, vagy Istennek az élő jelenléte, körülvesz minket. És noha az úton vannak emelkedők, meg lejtők, megpróbáltatások, néha lábunk bekoszolódik, ahogy mondta Jézus, de azért kellemes ez a tisztulás, ez a fürdőzés a tiszta vízben, kellemes. A következő államképben azt látta, hogy ő nálam volt. Én aludtam, és aközben Isten adott nekem egy üzenetet fentről, ugye a mennyből, ahogy ő megígérte. És hát azt láthatta, hogy én remegek. Ahogy az üzenet átjött, én remegtem. Megfogta a kezem, és átment hozzá az üzenet. Mi szerint lesz még egy nagyon erőteljes megpróbáltatás. Sa neki. Tehát nem csak neki, hanem nekem is, neked is, és mindenkinek. Hogyha ez nem így lenne, hát akkor én nem kéne elővideót csináljak, vagy felvételt, vagy bizonságot, vagy megossza. Nincs értelme. Ferenceket megbeszéljük, és viszontlátásra. De nem. Az egész testről szól, mert az üzenet, a vérsejt átjárja az egész testet. Így van-e? Az egész Krisztus testét. Ha ő kap valamit, az az enyém is. Ha én kapok valamit, az övé is. Ez a mennyek országa. Ez a mennyek országa, emberek. És tehát akkor az üzenetet nem csak ő kapta, hanem én is, te is, és mindannyian. Mi szerint még lesz egy nagyon erőteljes megpróbáltatás. Mikor? Éjfélkor. Valamelyik napon éjfélkor. Mit jelent az éjfél? Hát azt, ami mostan van, mert itt Romániában éppen éjfél van, ha jól sejtem. Hát éjfél elmúlt. Az ének az éjszakának a fele, az éjszaka közepe, amikor sötétség nehezedik a világra, amikor újból jönnek a kemény megpróbáltatások, sokkal erősebbek, ezerszer erősebbek, mint amilyenek voltak COVID alatt, és amiről mi beszéltünk folyamatosan, hogy ügyeljetek, mert ami a COVID-ban volt, semmi ahhoz képest, ami most jön. Az éjszaka közepe, ugye, az valójában a sötétségnek a közepe, a sötétség közepe. És igen, közel van a sötétség közepe. Sőt, hogy igazából úgy is mondhatjuk, hogy a 7 év közepe, 7 év közepén vagyunk. Az első 3,5 év az mögöttünk van körülbelül, de azt mutatja mindenható Isten, a következő 3,5 év, 42 hónap az borzalmas lesz sokak számára. És mi most a kettő között vagyunk, és nyilván a megpróbáltatás az közel van hozzánk. És akkor most én, persze azt is nagyon fontos, amit mondott Ferenc, hogy ő abszolút nem félt. Egyáltalán nem félt. Hogy azt mondta, hogy Isten tudta nélkül semmi sem fog történni. És amiről Isten tud, arra neki gondja van. Ő nem kell féljen. Tehát nem Ferenc nem kell féljen, hanem senki sem kell féljen a testben. Nem csak a bal kéz nem fog félni, hanem a jobb láb sem fog félni, és a szív sem fog félni, az értelmünk sem fog félni, tehát a testrésznek egyik port, a testnek egyetlen része sem fog félni. Ezt mutatta mindenható Isten. Hogyha engedjük, hogy a vér átfolyjon rajtunk, a drága vér, akkor senki nem fog félni. Senki. És akkor most kijövünk Ferenc álmából, és átmenjünk az én álmomba. Mert amit látott Ferenc, az megtörtént éjszaka. Nagyon kemény álmot kaptam, valósággal remegtem, és beszéltem is. Nem szoktam így beszélni, legalábbis nem hallottam még senkitől sem, hogy beszéltem volna álmomban. De az éjszaka beszéltem, és tudtam én is, hogy beszéltem. Reggel, amikor felkeltem, tudtam, hogy beszéltem. És kezdem az első álomképpel. És hát a mindenható Isten könyörüljön rajtam, hogy tudjam úgy elmondani, ahogy azt ő szeretné. Bár most nem élem meg úgy, ahogy akkor megéltem. Mert azt megélni az eléggé erőteljes volt. De tudom, hogy akinek meg kell érteni ezt, meg fogja érteni. Az álom az hosszas álom volt, viszonylag hosszú álom volt, de a vége annyira erőteljes volt, utolsó álomkép, hogy minden mást elfelejtettem. Csak a vége maradt meg, amit kimondtam. És egy kép a végéről. Ez a kép a következő. Hatalmas ilyen csövek voltak, kémények, bocsánat, kémények voltak, ilyen beton kémények,
és azokon tűz jött ki, azokon a kéményeken, és füst. És tudtam azt, hogy embereket égetnek. És azt mondtam, hogy meggyulladt a pokol tüze Auschwitzban. Ezt mondtam hangosan. Az érzés, amit megéltem, olyan volt, mint amikor Isten megengedte, hogy haldokoljak, hogy lássam, milyen haldokolni, amiről beszéltem. Túléltem a halálomat, az a címe. Borzalmas érzés volt. Valamelyest megélhettem azt, hogy azok a zsidók, akiket megöltek és elégettek, hogy haltak meg, milyen kínok között, és egyesek. Tudom, hogy nem mindenki, hanem inkább azt mondanám, a többségük hogyan tapasztalta meg a pokol tüzét, még fizikailag is. És inkább azt mondanám, hogy egyesek megmenekültek. Mert az a zsidó a koncentrációs táborokban, aki a nyomorúság következtében megbékélt Istennel, meggyőződésem, hogy nem kellett megtapasztalja a pokol tüzét. Eszembe jutott a mindenható Isten azt a kijelentést, amit már többször kaptam, nem csak én, hanem mások is, hogy nagyon sok lélek, legtöbb lélek, amikor a test meghal, nem tud kijönni a testből. Ezt is egyszer álomba kaptam, ezt a tanítást, ezt a kijelentést. Persze a Bibliában is le van írva. Nem így, ahogy én mondom, más szavakkal, más képekkel van megmutatva. Hogy amikor a test meghal, a lélek attól még benne van a testben. Annál is inkább, hogy maga a lélek teljes mértékben a testtel azonosul. A testtel asszociálja magát, a lélek. A testi lélek, aki nem vált lelkivé, ezért beleragad a testbe. Ezért mondhattam azt, hogy amikor temetik az embert, az embereket, akik nem békéltek meg Istennel, nem váltak szabad lélekké, gyermekké, ők szó szerint a koporsóba benne vannak. A testben benne vannak. Annyi, hogy a test már meghalt, mert már annyira meg van gyengülve a lélek, annyira el van torzulva a lélek, annyira meg van betegedve a lélek, hogy nem tudja életben tartani a testet. A test meghal, a szív megáll, és a vér megalvad. De a lélek benne van a testben. Amúgy a Gavilla bácsinak a bizonsága is erre utal 13 óra hullaházba, hogy nagyon sokan beleragadnak a testbe. Ő is a sírgödörből látta az embereket, a sírgödörből. Ezek kemény dolgok, de én azt hiszem, hogy ezt jobb csupán meghallgatni, megszívlelni, ilyetét venni a dolgoknak, és azáltal megtisztulni, mint sem megélni ezt. Mert bárki mondhatja azt, hogy jaj, én ezt nem hiszem, ez hülyeség, ez baromság. De attól a valóság nem fog megváltozni. Az én személyes véleményem nem fogja megváltoztatni a valóságot. Tehát jobb, hogyha az ember elgondolkodik most, és kér Istentől látást, tanítást, arra vonatkozóan, hogy ez így van-e, hogy amikor a test meghal, és a lélek nem vált szabaddá, akkor ő benne van a testben. Benne van a testben. És hogy vajon utalhat-e erre, amit mond Jézus, amikor beszél a pokorról, a gyehenna tüzéről, amikor azt mondja, hogy a férgök nem hal meg, és a tüzök el nem alszik. A férgök, amely ugye megeszi a testet, az nem hal meg, és a tüzök el nem alszik. Tehát azok a zsidók, akik a koncentrációs táborban voltak, hogyha nem akarjuk ilyen túl misztikusan értelmezni a pokol tüzét, hogy az valójában az hol is van, vagy mint van, hanem egyszerűen, laikusan, hogyha az embernek a tudata benne van a testben, a léttudat, lélekben, ugye, lélek a testben marad, és a testet elégetik, akkor a pokol tüzét ő valóságosan is megéri. Az a lélek a pokol tüzét valóságosan is megéri. Vagy mint ahogy a múltkor adta a mindenható Isten, hogy mi történt Ninivében, amikor kigyulladt a vendéglő, és sokan bennégtek a vendéglőben. És elmondhattam azt, hogy maga az épület ráégett az emberekre. A ruha ráégett az emberekre. Mint ahogy a hús ráégett a lélekre. És a mindenható Isten nekem megengedte éjszaka, hogy ennek a borzalmaiba én betekintést nyerjek. Tehát úgy voltam ott, mint aki meghalt, meg volt halva, és tudta, hogy el fogják égetni őt. Úgy voltam, mint aki meg voltam halva, tudtam, hogy halott vagyok, és el fognak égetni. És próbáltam beszélni, de nem tudtam. Persze én beszéltem, mert álomban beszéltem, vagyis nem csak álomban, hanem álmodás közben, álom közben megszólaltam, nagy nehezen megszólaltam, és elmondtam, hogy kigyulladt a pokol tüze Auschwitzban. És itt
engem az Isten felköltött, tehát ő nem akarta, hogy én kínlódjak, benne maradjak a pokol tüzében, abban a borzalomban, amit én ott megéltem, abban az államban felköltött. Tehát valahányszor kaptam én ilyen tanítást, Isten megengedte, hogy betekintést nyerjek, akár hogy a pokolba, vagy a haldoklás is megélhette, de nem engedte Isten, hogy abban én benne maradjak. Viszont azt a szívemre helyezte, hogy én erről beszéljek. Mondjam el, hogy aki hallja az én szavaimat, amíg nem késő, a számlát rendezze a mindenható Istennel, amíg nem késő, amíg megteheti. A kérdés az, hogy mi köze van a Ferenc által kapott üzenetnek ahhoz az üzenethez, amit én kaptam éjszaka. És amikor Ferenccel beszéltünk, megbeszéltük azt, hogy ő mit kapott és én mit kaptam, és mi a közös a két üzenetben, akkor hát hideg kirázott őt is, és engemet is. Mert azt adta a lélek, azt a kérdést, hogy hogy ölték meg a zsidókat a koncentrációs táborokban. A legtöbbet. Tudjuk, hogy voltak különböző módszerek, meg is lőttek sokakat, másokat pedig kipufogógázzal megfullasztottak, és másokat pedig elvitték zuhanyozni, tusolni. Pontosan, ahogy Ferenc látta államban, hogy úgy tudták azok az emberek, hogy ottan tusolnak, megtisztulnak. A zsidók, amikor bementek a fürdőbe, fürdőszobába, és lettek vetkőztetve, ők úgy tudták, hogy ők tusolni fognak, zuhanyozni. És a víz helyett gáz jött emberek, és megfulladtak, meghaltak. Egészen pontosan a testük meghalt. A test meghalt, és a lélek még élni akart. A lélek a testben volt. De utána az történt, hogy a meghalt testeket elégették. És ennek a borzalmaiba nyertem én betekintést a múlt éjjel. És ezért láthatta Ferenc azt, hogy én remegek, reszketek álomban. Mert reszkedtem és remegtem álomban. Ferenc azt kaphatta, hogy a Krisztus teste, tehát ő volt ugye a Krisztus teste, testrésze. Ő nem ment be abba az épületbe, abba a háromszintes épületbe zuhanyozni, tusolni. Őt nem engedték be. Nem ők nem engedték be, hanem Isten nem engedte be az ő gyermekét. Azt mondta, hogy te kint fürödsz, kint. Itt van tiszta víz. Az én lelkem körülvesz téged. Mindenhol veled vagyok. Lesznek nehézségek, de veled maradok az idő végezetéig. Viszont meg leszel kísértve azzal, hogy bemenj te is abba az épületbe, ahol azt mondják, hogy lehet tusolni. És az épület valójában nem fürdőszoba, hanem a pokolnak az előtere, előcsarnoka. Mint ahogy volt az a zsidók számára, a pokolnak az előcsarnoka. Amikor elvitték őket tusolni, és víz helyett méreg jött. Mérges gáz, mérgező gáz. Én bele sem merek gondolni abba, hogy mi lesz. Viszont nekem kötelességem, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből, átadni nektek, hogy ki ezzel mit fog kezdeni, ezen ki fog röhögni, ki találja ezt mókásnak, vagy ki érzi azt, hogy én nem magamtól szólok, az már nem az én dolgom. Az nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy amit én kaptam a mindenható Istentől, elmondja. Ezékiel 33. Olvasd végig, hogy mi a dolga a prófétának. Mi a dolga Isten gyermekének. Mert itt te mindenki proféta. Tehát a két proféta, a jelenések könyvének a két proféta, ezt többször mondhatta, az a Krisztus teste. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy igen, ő a két proféta, vagy az egyház, vagy az eklézsia, akik újjászülettek, akik hallják a mindenható Istennek a szavát. Kapnak kijelentéseket és figyelmeztetéseket. Ők a két proféta. Ezékiel 33, olvast el, hogy legyen fogalmat arról, hogy mivel lettél megbízva, feltéve, ha te is része vagy a testnek. A test dolga az, hogy figyelmeztesse az embereket, a világot, a keresztényeket is, mindenkit, hindukat is mindenkit, hogy ügyeljetek, mert belesztek csalva különböző helyekre, ahol elhitetik veletek, hogy ott tisztulás van. De valójában ott nem tisztulás lesz, hanem kárhozat, pokol tüze. Fussatok ki belőle én népem, mondja Jézus. Fussatok ki belőle én népem, mert az ő bűneik az égig hatottak. És meg fog emlékezni a mindenható Isten az ő bűneikről. Hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, fussatok ki belőle én népem. Mert ott a nincsen zuhanyzó fülke.
Ezt kapott a Ferenc. Nincsen zuhanyzó fülke, nincs lehetőség megtisztulni a vallásban, a szektában, a gyülekezetben, a Krisztus beszédében, Isten lelkében. Ha te vágysz az ő szavára, és azt megismered, és körülvesz téged mindenhol, na abban megfürödhetsz. De ott, ahol neked tisztulást ígérnek, persely pénzért, tizedért, vagy bármilyen vallási felekezetben, ahol eltetik az az ember, neked majd el fogja mondani, te mit kell csinálni, hogyan kell gondolkozz. Nincs tisztulás, az a pokol előcsarnoka emberek. Ez persze lelki értelemben így van, és most nézzük meg, hogy fizikai értelemben ez így lesz-e, vagy így lehet-e. Az a kérdés merült fel, amikor elindultam a házból, vegyem fel ezt a felvételt, hogy vajon amikor történt a holokauszt a zsidókkal, és ami mostan történni fog a keresztényekkel, jó figyelj, ez nem nyelvbotlás volt. Az a holokauszt, ami történt a zsidókkal, az fog mostan történni a zsidókkal és a keresztényekkel. A zsidókkal és a keresztényekkel. A kérdés a következő. Vajon a második világháború előtt Istennek a profétája, két proféta, Isten gyermekei figyelmeztették-e a zsidókat, hogy mi vár rájuk? Ez a kérdés. Ismerve a mindenható Istent, akit a Biblia profétái bemutatnak, és Jézus, vajon Isten őket figyelmeztette, vagy pedig figyelmeztetés nélkül engedte, hogy őket élve elégessék? Mert ők éltek, csak a testük volt meghalva a gáztól. De lélek az a testben volt, ahogy én álomban megéltem, emberek, álomban Isten nekem megmutatta, borzalmas volt. Egyből fel is költött Isten, hogy ne maradjak benne abban az állapotban. Vajon a jóságos Isten, a Krisztus testének a feltámasztója, figyelmeztette-e a zsidókat a holokauszt elől, hogy előtt, hogy mi vár rájuk? Mivel, hogy elhagyták őt, jó figyeljetek, mivel, hogy elhagyták őt, az Isten népe hátat fordított Istennek. Mert általában a tendencia az, hogy beszéljünk arról, hogy állítólag 6 millió zsidót megöltek. Lehet, hogy pont annyi volt, nem tudom. Lehet, hogy túlzás, lehet, hogy nem túlzás. Fogalmam sincs. De az biztos, hogy sok zsidót megöltek. A tendencia az, hogy az ártatlan zsidókat megölték. Ez a hazug álnok szellemiség, aki magából mártírt csinál, és Istenből sátánt csinál. Ez a szellemiség, a filmkészítő szellemiség, a könyvíró szellemiség. Elmondja, hogy jaj, a szegény zsidókkal mi történt? De arról már nem számol be, hogy a zsidók, akiket Isten a tenyerén hordozott, és odaadta az ő szavát nekik, neki hátat fordítottak. És Isten elmondta, hogy ez fog történni. Jézus elmondta a keresztényeknek, hogyha ti visszamentek a világba, miután engemet megismertetek, rosszabb lesz az állapototok, mint amilyen volt korábban. Elmondta Isten az Ószövetségben is, Mózes által, a proféták által, és elmondta a keresztények számára az Új Szövetségben is. Te, aki megismerted az élő Isten szavát, az élet szavát, és tapasztaltad az ő dicsőségét, te, ha visszamész a világba azok után, hogy megláthattad azt, amit más nem látott, rosszabb lesz az állapotod, mint amilyen volt az előző. Tehát igen, igaz, mondjuk az, hogy igaz, megöltek 6 millió zsidót, de az is igaz, hogy a zsidó hátat fordított Istennek. Az ő szavával ő nem élt, hanem visszaélt. Megszerette a pénzt, a pénzért élt, és mindenhol meggazdagodott. Mindenhol a leggazdagabbak voltak. Isten gyermekei, akik megismerték a mindenható Istent, nem éltek az ő szavával, hanem visszaéltek. A helyett, hogy tájékoztassák az embereket az élet törvényéről, megismertessék azt az emberekkel, mit csináltak? Bele a pénzbe, vállalkozás, bővölködés, gazdagodás és még gazdagodás. Tehát ez előzte meg a holokausztot. És hogyha ezt valaki nem hirdeti, de hirdeti a holokausztot, az az ember még mindig a sátán csapatában játszik. Érthető? Mert a tisztességes és igazságos proféta a Tórában, az Ószövetségben leírta azt, hogy mi történt a zsidókkal, amikor kikaptak, és amikor sokan elhaltak, mert sokszor volt ilyen. Sokszor volt ilyen. De azt is leírta, hogy minek következtében történt ez. De a sátán fattyai Magyarországon, Amerikában, Izraelben
Ők ezt úgy állítják be, hogy a szegény zsidók az ártatlan zsidókat megölték, és ezáltal Istent fenevad képébe helyezik, hogy ő a könyörtelen Isten engedte az ő gyermekeit megölni. Ügyeljetek, emberek, a propagandával! Én egy pár napja mondtam, és üvöltöttem, majd tudta, hogy magyarság, a magyar kereszténység és a világ kereszténysége megvan fertőzve a cionista, sátáni propagandával. Ügyeljetek! A földi Izrael egyenlő sátán, a mennyei Izrael egyenlő Isten. Úgy mondhattam abban a felvételben, hogy ugye Izrael Jákobnak a neve, tehát Jákobot nevezte Isten úgy, hogy Izrael. Tehát a nevek szerint kapta a Jákob és az ő fiainak a nevét, neve szerint kapta a Izrael földrész a nevét. Az Izrael belüli földrészek, Júda, meg Ruben, meg társai. És elmondhattam abban a felvételben, hogy Magyarország, de ugye, hogy a maga Jákob, ő ugye, ő az égi Izrael, maga a személy, Jákob, az ő lelkülete, Ábrahámnak az unokája, ugye Izsáknak a fia. Ő a mennyei Izrael, mert azt mondja Jézus, hogy Isten a Ábrahám, Izsák és Jákob istene, tehát Izrael istene. Ő az élők istene, és nem a holtak istene. Ügyeljetek, ügyeljetek. Jákob él, Jákob, Ábrahám, Izsák él. Ők ismerik Jézust, és Jézus ismeri őket. De a földi Izrael, a földhöz ragadt, zsidó és keresztény, anyagias, teljesen testi, ők nem ismerik Istent, és őket Isten nem ismeri. Ügyeljetek, a propaganda, ahogy mondta Vörös Sándor, érzelgőséggel kever propaganda megfertőzte a magyar emberek lelkét. És ennek következtében mi fog történni? Az, ami történt a zsidókkal a holokauszt idejében. Ügyelj, ember, ügyelj! Féltőn kiáltok, féltőn. Ha nem hiszed, amit mondok, az Istentől van, kérdezz tőle, hogyha van alázat a szívedben még, a teremtőddel szemben. Azt az érzést, amit éjszaka én éreztem, én azt nem, hogy egy örökkévalóságban nem kívánom valakinek, hosszú időn keresztül örökkévalóságban, hogy valaki azt megélje, én még azt sem kívánom, hogy valaki annyi időre megélje, amennyi időre én éjszakai megélhettem, és remegtem, és reszkedtem a félelemtől. Nem kívánom senkinek azt, hogy megélje. De hogyha valaki ezt nem érti meg, amiről ebben a felvételben szó van, fennáll a veszélye, hogy meg fogja élni ezt. Miért? Azért, mert folyamatosan arról beszélhetünk, nem csak én, mások is, hogy Isten biorobotokat nem akar tenyészteni a Földön. Zombikat, biozombikat, fogyasztókat, egyirányú fogyasztókat, félvezetőket. Tehát zombi üzemmódban élő fogyasztó embereket nem akar Isten a Földön tartani, nincs értelme. Nem a zombiknak teremtette Isten a Földet, hanem az élőknek, a gyermekeknek, a gyermekeknek. Ezért mi lesz azokkal, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli a lélek, amik élnek, élnek, esznek, isznak, szarnak nagyokat, élnek a testnek, testélvezeteknek. Velük mi történik? Az, amit Jézus mondott, a fejsze már a fák gyökerén van, és minden fa, amely nem terem gyümölcsöt, kivágattatik, a tűzre vettetik. Akkor vajon az állam ez csupán egy ilyen halucináció volt? Mit szóltok ti hozzá? Ha? Emberek, féltőn kiálltok, féltőn, nem kárhoztatással, féltéssel. Hát, ha valaki ezt még meghallja, és meg fog menekülni. Mert ami most jönni fog, emberek, az nem a háború, vagy a gazdasági válság, hanem a gehenna tüze. Az jön mostan. Az következik. És Isten gyermekei meg lesznek kísértve most a éjfélkor, az éjszaka kellős közepén, hogy bemeneküljenek egy hazug rendszerbe. És aki bement a hazug rendszerbe, azt viszik szépen zuhanyozni Auschwitzba. És amit láttam éjszaka, az borzalmas volt. Hogy mekkora lehetőség annak, hogy ez valóságosan megtörténjen. Így, ahogy mondom. Nem tudom. Tényleg. Hiába győzködök én másokat arról, hogy már pedig ez így lesz, úgyis a legtöbb ember azt hiszem, amit akar. A legtöbb embert meglepetés érte akkor, amikor vitték őket a orosz fogságba. A legtöbb zsidót meglepetés érte, amikor vitték őket a Auschwitzba. De az, hogy mások is kaptak ilyen álmokat, a földi anyám is kapott ilyen álmot, hogy vitték az embereket. Mindenki a csomagjával ment, és vitték őket, terelték valahova. Hogy hova?
Lehet, hogy zuhanyozni, úgy, mint a zsidókat. Isten könyörüljön rajtad, mindannyiunkat. A kérdés az, hogy vajon Isten figyelmeztette az övéit, a zsidókat, hogy ez fog történni. És nem akarta, hogy az ő népe, az ő nevében ráadásul egy olyan imidzst formáljon róla, hogy tehát nagyon jó Istennel járni, hát ők a leggazdagabbak, Istennek a gyermeke, leggazdagabbak, teljesen földhöz ragadtak, azt csinálnak, amit akarnak. Azt mondja Isten, hogy ezt nem csinálhatom. Ezt nem fogom megengedni, hogy az én gyermekeim ilyen képet fessenek róla, amikor én a mennyek országát akarom adni nekik. És ez történt. A zsidók ugye megmutatták azt, hogy hát ők a Isten tartoznak, de teljesen pénzfüggők. A mammon, a sátán rabjai. A keresztények ma mit mutatnak emberek? Mit mutatnak? Ugyanezt. Ant a zsidók. A zsidó vallásból lett, úgymond a kereszténység létrehozva. És igen, használjuk ugye Isten nevét, Jézus nevét. De azt mondta Isten, hogyha valaki az ő nevét hiába veszi az ajkaira, azt ő nem hagyhatja büntetlenül. Mert hogyha a legszentebb nevet, amiben élet van, és szabadulás, és gyógyulás, hogyha hiába vesszük, és azt ő büntetlenül hagyja, akkor itt minden el fog torzulni. Tehát nem hagyhatom, hogy az én nevemet hiába vegyétek. A zsidóság ezt tette. Sokszor. A kereszténység sokszor. A zsidóság már megtudta, megtapasztalta többször, mi az, hogy ítélet. A kereszténység is, és mostan következik a zsidó-keresztény holokauszt. Vajon Isten azt akarja, hogy az ő gyermekeit elégessék a koncentrációs táborokban, meg mégezik is elégességüket? Nem hiszem. Nem. Én inkább úgy látom, azt láthatom, ami eddig is volt. Azt fogja, az, amit mondott Jézus, hogy az ucsut, a konkolt összegyűjtsük, elégetjük. Valaki hallja, amit mondok, hogy ez történt, a konkolt égették akkor is, és most is a konkolt fogják égetni emberek. És Isten meg fogja engedni, mert ha te konkoly akarsz lenni, amikor te búzának lettél teremtve, akkor nincs, hogy csinálj veled. Ezt mondta Jézus. Emberek, ügyeljetek, mert nem a búza fog égni, nem a konkoly. Ügyeljetek. Jézus szava szerint legalábbis az, hogy Isten megengedheti azt, hogy tegyük fel néhány, bekerüljön néhány a búzából is a konkoly közé. Lehet, hogy meg fogja engedni. Lehet, hogy például engemet elhisztek egy ilyen koncentrációs táborba, vagy valakit, valamelyikünket, mert ezt is elmondta Jézus, hogy ilyen is történt. De azt mondta, hogy ne féljetek, mert azért engedtem meg, hogy titeket odavigyenek, hogy néhány, aki még menthető, megmeneküljön. Továbbra is Isten tartja az ígéretét. Veled leszek az idő végezetéig. Az idő végezetéig. Ő nem gondolta meg magát egyáltalán. Hogyha valaki egy ilyen táborban találja magát az elkövetkezendő években, ne féljen. Mert Wurbrand is volt ilyen táborban, a börtönben. De ki is jött? 90-valahány évesen. Vagyis, bocsánat, 90-valahány éves koráig élt a Földön. A mindenható Isten nem mondta azt, hogy a három profitának, hogy ti sosem fogtok bekerülni a tüzes kemencébe. Nem mondta ezt. Nem mondta azt, hogy nem lesz semmilyen probléma. A három profitát Istenek bedobták a tüzes kemencébe, de Isten velük ment. Ott volt ő így, kemencébe. És a három profita kijött a kemencéből. Nem azt mondja mindenható Isten, hogy te ne aggódj, nem lesz semmilyen baj, semmilyen bántó, nem lesz semmilyen próbatétel, hanem azt mondja, hogy ha kemencébe leszel, akkor én is ott leszek veled, kemencébe. Ezt mondja az élő Isten. Ha börtönbe leszel, akkor én is. Mi kell több? Kinn a szabadban, az amerikai szabadságban, a gyergyói amerikai szabadságban, zombiké, Isten nélkül, vagy pedig akár börtönben, vagy bárhol máshol, az élő Isten lelkével együtt. Ez a kérdés. Ügyeljetek, mert fertő, mély tej, meg van fertőzve a keresztények lelke, a hazugsággal, a propagandával, az érzelgőséggel. Ügyeljetek, nagyon kemény, figyelmeztető álom, figyelmeztető képek arra vonatkozóan, hogy Istennek a gyermekei, a Krisztus teste nem fognak bemenni a zuhanyzóba. Abba a zuhanyzóba, ami valójában nem zuhanyzó, hanem gázkamra. Ezt mutatja Isten. Mert hogyha ő azt akarja, hogy legyen élet a Földön, itt a Földön is, ő nem a konkolyt fogja megtartani magnak, hanem a búzát. A búzát. Ügyeljetek. Hova jártok, milyen gyülibe jártok, milyen templomokba jártok, és kiket követtek. És hogy volt-e újjászületés, vagy nem volt. Van-e Istentől való tanítatás, vagy nincs. Van-e bizonyságtétel, vagy csak bizonyság hallgatás. Ügyeljetek.
Féltőn, mondom, féltőn. Mert Isten az ő gyermekének, aki valóban gyermeke, és kíván gyermeke lenni, megadja a bizonyság tétel örömét. Örömét. Nem kényszerből stuk el a fejénél, hántékjel, ne. Örömmel, jókedvel, bizonyságot tesz az ég és a föld teremtőjéről, az ő jóságáról, az ő szerelméről. Én a gyermek. Nem csak hallja, nem csak fogja az igét, hanem adja is, fogadja. Ügyeljetek! Senki ne csapja be magát, mert az fog történni, hogy nagyon sokan, akik azt hitték, hogy hisznek, ott fogják találni magukat a zuhanyzóba. Zuhanyzóba. Nagyon fontos figyelmeztetés. Azok számára, akik megérthetik, nyilván. Aki nem értheti meg, attól elnézést kérek, hogy hallotta ezt a felvételt. A minap találkoztam egy gyermekkel, Isten gyermekével, egy női személy. És ő Krisztushoz fordult, újjászületett. Isten tanítja őt, éjjel és nappal. És ő bizonságot tesz örömmel. Arról, amit kap Istentől, megosztja, nem rejti el. Igen, ám, de a férje, hát piszkálta őt, meg zaklatta őt, meg gúnyolta őt, meg minden. A kérdés az, hogy Isten megengedte-e, hogy az ő férje piszkálja őt, meg zaklassa őt, meg gúnyolja őt. Igen, megengedte. Megengedte, egy darabig megengedte. Utána meg sírva kér bocsánatot a férfi a feleségétől. Mert Isten darabig megengedte, azt mondta, hogy várjál csak el, ő az én gyermekem. Még meddig? Tehát hogy lesz ez? Sírva kér tőle bocsánatot a feleségétől. Mert aki szembe megy Isten gyermekével, az atyával megy szembe. Ügyeljetek! Lehet nyugodtan gunyolni a Krisztus követőket, Istenek a gyermekeit, az ő bizonságtitelükért. És persze, egyeseket megölnek. Ezt mondta Jézus. Ez van. Istvánt megölték. Egyeseket, nem mindenkit. Egy párat megölnek. De aki szembe ment Isten gyermekével, az atyával ment szembe. Ügyeljetek! Ezért mondtam azt, hogy igen, lehet bármilyen fajta megemlékezés a holokausztról, de úgy megemlékezni a holokausztról, mint sok más nép is, a különböző harcokról és háborúkról, hogy jaj, hát ártatlan népet ugye elpusztította a gonosz török vagy a tatár, és ő magát mártírnak kiáltja ki, ez veszélyes. Az ilyen nép a pusztulás felé tart most is. Aki a maga ártatlanságát hirdeti, és nem úgy hirdeti a háborút és a tragédiát, hogy elbuktunk, szembe mentünk a teremtőnkkel, kigunyoltuk őt, minden egyes ember Istennek nevezte saját magát, mindenki saját magát felemelte, Istentől teljesen elfordultunk, és a következmény a tragédia lett, a népírtás. Mert hogyha így emlékezünk meg a pestisről, vagy a török járás, tatár, meg oroszok, akkor azt mondja Isten, hogy megbocsájtok, megtartalak. De hogyha én magamból mártírt csinálok, mint ahogy teszi a magyar, hogy mi, a szent, ugye, szent nép, elvesztettük Erdélyt, hogy velünk igazságtalanság történt. Aki azt mondja, hogy a Trianon igazságtalan volt, az azt mondja, hogy Isten igazságtalan volt. Ügyeljetek, milyen propagandába mentek bele, milyen hazugságba. Ügyeljetek. És ügyeljetek, mert azt mutatja mindenható Isten, hogy mostani kiáltoztunk az interneten is, de azt mondja, hogy a kiáltó szó elvitetik. Nem lesz. Egy idő után nem lesz. Eddig kiáltoztunk, de azt mondja Isten, hogy te, most már hagyjátok abba, mert úgy nézem, hogy már senki nem figyel. Mindenki a saját feje után megy. Egy gurú után, egy politikus után, egy vallásvezető után, egy szekta után, a pápa után. Már nincsen szükség az élő szóra. És akkor meg fog történni, hogy egyszer csak eltűnik a kiáltó szó, és az ahhoz hasonló oldalak, meg felületek az internetről. YouTube-ról, Facebook-ról és mindenhonnét. És akkor majd jön a számonkérés. Maradnak azok, akik meghívják az embereket a három emeletes épületekbe zuhanyozni. Ők maradnak a Facebookon, és YouTube-on. Féltőn mondom azt, amit mondok, fáj a szívem, kellemetlen téma, én is érzem, én is hallom, és nagyon vágyom arra, hogy minél több ember megértse, amit mondhatok, újak is megértsék azt, amit mondhatok, és fogom sajnálni, hogyha hallották egyesek azt, amit én mondhattam, és mondhattunk többen, és figyelmen kívül hagytak, és amiatt fognak bekerülni a zuhanyzó fülkékbe, mint a zsidók a gázkamrákba, amiatt. Még van két álom, mind a kettő elég kemény volt. Azt is elmondom, mert tanulságos. Tehát két konkrét szeméről van szó, egy férfiről és egy nőről. És azt mutatta mindenható Isten, hogy ez a két másik állam segít megérteni azt,
hogy hogyan kerülnek be az emberek a gázkamrába, a gázkamrákba. Ami szintén eléggé beszédes, mert a gázkamra, ugye, tehát ugye az mérgező gáz, ugye, gáz, ami az embert megöli. Isten nekünk nem a mérgező gáz adta, hogy szívjuk, hanem a friss levegőt. Amúgy a Facebookon, a YouTube-on nagyon sok vallásban, legtöbb ember gázkamrában van már most, lelki értelemben. Nagyon sok lélek el van gázosítva. Ez történik most. Következő állom az volt, hogy hallottam egy női szeméről, hogy meghalt. És azt mondták, hogy ki vannak véve a belső szervei, és a belső, most itt már nem emlékszem egészen pontosan, hogy hogy volt, hogy a csupán a nőiességét, tehát ugye a petefészek, meg a méh, meg a, ugye, tehát a női dolg, vagy pedig hogy az egész belső szervek ki volt véve. Nem emlékszem el egészen pontosan. És ugye halottnak volt ő titulálva, és készültek, hogy ugye, hogy eltemetik. És ugyanazt megéltem, mint az előző álomban, hogy láttam azt, hogy az a személy él, a személy él, ami jelentheti azt is, amiről beszéltem mostanig, hogy a teste meghalt, de ő él. És így próbáltam, úgy próbáltam mondani, mintha életem volna a személy, hogy még élek, miért temettek el, élek, akartam volna kiáltani. Azt mondtam, hogy Emőke él, így hívták, Emőke él, Emőke él. És hogy kerül nagyon sok nő, hogy került a gázkamrába nagyon sok nő, a csapdába nagyon sok nő. Hát úgy, hogy visszaélt a nőiességével, belement a bujálkodásba, a csábításba, Jézabel szellemiség. Erről sokat beszéltünk, ugye. Nagyon sok nő így veszette el a nőiességét. Tehát késsel lett elvéve tőle a nőiesség, ugye. Annak köszönhetően került nagyon sok női személy a gázkamrákba, hogy mint nő nem úgy élt, ahogy az Isten megmutatta, hanem ahogy ő azt elképzelte. Ahogy le van írva a Bibliában számtalan helyen, hogy a nők hogyan csábítottak, hogyan csábították a férfiakat, a Jézabel szellemiségével. Úgy is tudnám ezt értelmezni, ezt az államképet, hogy ez egy női személy volt abban a koncentrációs táborban, ugye, ami volt Auschwitzben, vagy ami mostan lehet a későbbiekben itt a Földön is. Amúgy ugye erről már tudunk, vagy hallottunk arról, hogy vannak ilyen akár spekulációk, vagy ilyen hírek, hogy úgynevezett ilyen fematáborokat akarnak létesíteni. Az nyilván az arról fog szólni Isten engedélyével, Isten engedelmével, hogy összegyűjtik az ilyen félhívőket, a langyos hívőket, úgymond világszerte, akik a rendszernek sem akarnak megfelelni, de Istennek sem. A koncentrációs táborban azok az emberek lesznek, akik a Földön sem élnek, úgymond, tehát a rendszert sem tisztelik, úgymond, de Istent sem akarják, úgymond, félni, nem akarnak hozzátartozni. A zsidókkal ez történt, hogy ők ilyen szabadossá váltak. A tudásokat nem arra használták, hogy az igazságot megmutassák az embertársaiknak, hanem arra, hogy hatalmaskodjanak. A Földön jól éljenek. Hát ezt kell valahogy felfogjuk, hogy az ilyen embereknek készülnek az ilyen fematáborok. Mert aki a rendszerrel van, aki hisz a rendszerben, azok ugye hát akár háború által, vakcina által, félelmek által fognak tömegesen elpusztulni. Viszont akik hallottak Istenről, hallottak az igazságról, de nem fogadták be, tehát ilyen langyosak, ahogy mondta Jézus, azok kerülhetnek ilyen koncentrációs táborba. De akik ugye belementek, ismerik a kereszténységet, kereszténység által valamennyire ismerik a törvényt, hallottak Istenről, vagy az ezotéria által. A rendszerről tudják, hogy rossz, de Isten büdös számukra. Na, számukra van előkészítve a fematábor, meg az ilyen koncentrációs táborok. Hogy értsd meg a lényeget, embereknek, nagyon fontos megérteni. Tehát a tömeg, aki amúgy sem akar egyáltalán, mert a tömeg ember az ő, az olyan, hogy ő teljesen testi. Tehát nem akar lelkiként létezni, nem akarja megismerni a tökéletes teremtést, hogy gyermekké váljon, hogy meglátassa mennyek országát. Tehát a tömegembert, tudjuk jó, hogy eléggé nagyon kemény jelzők vannak a Bibliában a tömegemberről, aki nem akar feltámadni, hanem inkább ilyen disznó módjára, kutya módjára, a disznó módjára akarja fogyasztani a világot, annak minden aspektusát, ugye,
tehát zabál minden fájúból, valamint kutya módjára akar közösséget vállalni minden szellemiséggel, ugye? A tömegember. És a tömegembert, mint tudjuk, ahogy mondta Jézus, mivel teljesen testi, a tömegember a félelem által is meg tud halni, tehát puskapor sem kell a tömegembernek a kiirtására, mert a félelem megöli a tömegembert. A legtöbb tömegember úgy fog elveszni, ahogy mondta Jézus, a félelem által és annak várása által, ami jönni fog erre a világra. Akik megismerték az élő Isten szavát, az ő kijelentését Jézus Krisztus által, őket Isten megtartja, és mint ahogy mondtam, tehát magnak tartja meg, megpróbálja őket, és feltetőleg, hogyha lesz egy új kezdet, akkor megtartja őket, hogy legyen a földön élet. Őket megtartja. Viszont a langyosokat, akik hallottak Istenről, kéne nekik az Isten is kéne, de a pénz is kéne, a testi élvezet is kéne, de kéne a lelki béke is, na ezek fognak menni a koncentrációs táborokba. Nekem teljes meggyőződésem, hogy a második világháború idején az ilyen zsidók mentek a koncentrációs táborokba. És azok az zsidók, akik úgymond tényleg Istenben voltak és hűségesek voltak, azok az Isten megtartotta. Nincs nekem ebből efelől semmi kétsége. Semmi. Most is ez fog történni, hogy a langyosak kerülnek be az ilyen helyekre, ahol a prés, ugye, kommunista börtönökbe, fematáborokba, koncentrációs táborokba, ahol esélyt kapnak arra, hogy eldöntsék, hogy balra-e vagy jobbra, mert középen nincs, közép nincs, hazugság. Ez az amerikai buddhizmus, hogy középút, ilyen nincs emberek. A Facebookon van, valóságban nincs. A valóságban azt mondja Jézus, hogy van a széles út, a tömegek útja, és van a keskeny út, az élet útja. Ezt mondta Jézus. Az újjászületés útja. Ez a két út van. Tehát az a nő, akit láttam álomban, hogy mondtam, hogy nem halt meg Emőke, nem halt meg, így hívták, hogy Emőke. Egy vékony, magas nőt látta álomban. Vékony és magas volt. Ugye ő a női verzióját mutatta meg annak, hogy hogyan kerül az ember veszélybe. Ugye, hát nyilván a paráznaság, mint tudjuk, de ez nem csak testi, hanem lelki értelemben is. Az, hogy ki volt véve, ki volt vágva az ő belseje, azt jelentette, ugye azt is jelenti egyrészt, ami történik a mai nőkkel a világban, hogy a nőiességet kivágják belőlük szó szerint, mert visszajöttek azzal. Tehát az Jézabel szellemiség megfertőzte őket, visszaérvén a nőiességükkel, az történt, hogy kivágták belőlük a petefészket, miért meg ilyeneket, ugye. Erről beszélgettünk a minap kedves barátommal, és elmondhattam neki, hogy Isten nem akarta ezt sem, nem akarja ezt sem. De mégis maga a betegség törvénye is megmutatja, hogy mi a teremtésnek a lényege, hogy mi az igazság. Az igazság az, hogy sem a nők, sem a férfiak nem fogják örökölni a mennyek országát, az életet. A mennyben nem lesz sem férfi, sem nő. Tehát ahhoz, hogy a férfi, illetve a nő megláthassa a mennyek országát, ahhoz, ahogy Jézus mondta, szükséges újjászülessen, gyermekké váljon, Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, ezt mondja Pál apostol. Tehát fontos, hogy az ember megszabaduljon a férfiasságától, a férfi, a nő pedig a nőiességétől. De Isten nem azt akarta, hogy késsel, hogy leválják a heréit, vagy pedig leválják a petefészkeit. Nem ezt akarta Isten, hanem azt akarta, hogy ismerj meg az igazságot, az igazság oldja fel bennünk ezt a szellemiséget, vagy ezt az identitást, hogy váljunk gyermekké. Tehát Isten felkínálta számunkra a lehető legszebb, legtisztább útat, hogy az igazság ismerete által feloldozást nyerjünk, hogy ami nem tartozik az igazsághoz, a mennyek országához, az elvesszen rólunk, le legyen rólunk faragva, ugye. A férfiakról a férfiasság, ugye, ez a fenevad férfiasság, meg a nőkről a nőiesség, a bujálkodó, kurválkodó nőiesség, hogy gyermekké váljon a nő is és a férfi is. De mivel, hogy a világ nem fogadta Istennek az ajánlatát, Krisztust, ugye, mert ő megmutatta, hogy a test meg van feszítve, ugye, mert ő azzal üzent nekünk, hogy a testét engedte megfeszíteni, mert ő az ő teste már éltében is meg volt feszítve azáltal, hogy ő a lélek dolgait cselekedte. Nem a test dolgait, tehát ő nem a test kívánságát cselekedte az ő testével, hanem a lélek kívánságát, az atya kívánságát. Ez jelenti a megfeszítés.
Ezért mondja a Pál apostol, hogy feszítsétek meg a test cselekedeteit, a ti testeteket a lélek cselekedetei által, az igazság által. Tehát Jézus ezt elhordozta fizikailag is és lelkileg is, és azt mondta, hogy ha az igazságot megismerjük és megéljük, és újjászületünk, akkor ugye ő a fájdalmunkat is elhordozta. Tehát nagyon sok fölösleges fájdalom és atrocitás elkerülhető lenne. Mert hogyha egy nő, illetve egy férfi megismerni az igazságot, újjászületne, akkor az történne vele, amit az orvos bácsi ugye csinált, amikor megműtötte. Levágta az ő férfiasságot, vagy pedig az ő nőiességét. De nem mindegy, emberek, szerintem ebbe egyetértünk, hogy nem mindegy, hogy valakinek késsel van levágva a nőiessége, kivágva a mellei, a petefészke, meg a méhe, vagy a heréi ugye a férfiaknak, hogy késsel van levágva, vagy pedig az igazság által van az erőtlenné téve. Erőtlenné téve. Nem mindegy. Tudom, hogy ezek a szavak nagyon sok ember számára az ostobaság, őrültség, bolondság. Valaki rög rajta, nem tudom. Elképzelhető ez is. De kívánom teljes mértékben minden kedves hallgatónak, hogy senki ne kelljen megtapasztalja azt az atrocitást, amit meg kell tapasztalni egy olyan nő, aki ugye mivel nem úgy használta a nőiességét, vagy azt, hogy visszajött a nőiességével, és a férfiasságával. Ezért kemény fájdalomok és orvosi kezelések által kellett azt elveszítse. Mert Isten azt mindenképpen elveszíti. De az igazság által akarta volna ezt, hogy kevésbé fájdalmas módon. Az igazság is fájdalmas, mert ugye van szembesülés benne. Nekem is fájdalmas az igazság, neked is mindenkinek. Ezért nem kell Krisztus senkinek, mert jobb a pozitív gondolkodás és a vonzás törvénye. De az nem igazság, az hazugság, az maga Sátán. De hogyha az ember ugye megismeri az igazságot, akkor az történik, hogy az ő férfiassága feloldódik. A férfiből gyermek lesz, és a nőből szintén gyermek. És akkor nem kell sok fölösleges fájdalmat elszenvednie. De hogyha valaki el kell szenvedje a fájdalmat, még az is hatalmas kegyelem, emberek. Mert azt mondta Jézus, hogy inkább csonkán menjünk be a mennyek országába. Megcsonkított férfiassággal, vagy megcsonkított nőiességgel, mintsem, hogy épp testtel, a gyen a tüzébe. Ezt mondja Jézus. Na hát ez a nő, neki ki volt vágva. Ez az állam persze kétféleképpen is értelmezhető. Úgy, ahogy mondtam azt az előbb, hogy hogyan kerül be az ember a tűzbe, meg ugye, hogy visszajel a nőiességével, vagy ugye, amikor a nő is meghal, és nincsen megbékélve Isten, akkor ő még él, az ő lelke él. A teste halott, de az ő lelke él, ugye? Az ő lelke él. És ugye, hogyha eltemetik, akkor az elég kellemetlen, az a pokol. Erről beszél Jézus, az maga pokol, amikor az embert eltemetik, úgyhogy az ő lelke nem szabadult meg. Az a pokol, gyerne tüze. Következő államban viszont egy barátomat láttam, egy régi barátomat láttam, és őt személyesen figyelmeztettem is, elküldtem az üzenetet neki. Nem tudom, mennyire veszik komolyan, fogalmam sincs, de már nem is érdekelhet engemet úgy, hogy most akkor én megváltoztassam az én szavaimat, vagy az én kijelentéseimet, amit kaptam Istentől, hogy nehogy megsértődjön. Elmondtam neki a féltő figyelmeztetést. Őszintén, teljes szívemből kívánom, hogy szívleje meg, vegye észre, hallja meg, hátha valahogy megúszná azt a veszedelmet, azt a gyötrelmet, ami következni fog az emberiségre. Azt láthattam, hogy ez az ember, hát bejött egy régi barátnője a képbe, bejött a házba régi barátnője, aki hideg szívvel összecsomagolt és elpakolt a nőt. Tehát végleg elhagyta őt. Végleg. Ugye ez a házasságtörés, paráznaság, házasságtörés. Aminek következtében ő sérült, mint ahogy mindannyian sérültünk. És a sérelmeket, mint tudjuk, a legtöbben nem Isten elé vittük, hogy atyánk, fájdalomban vagyunk, szenvedünk, gyötrődünk, könyörű rajtunk, segíts rajtunk, hanem azt tettük, hogy mi megoldjuk majd. Egy másik nővel, csajozással akár, ugye, alkoholizálással, vagy sok ilyen pótcselekvéssel, amit az ember csinálhat életében. És azt láthattam, ugye, miután a nő elment az ő életéből, akit ő szeretett, hogy ő az ő szobájában megemeli a padlót. Ilyen raklapokat tesz be a padlásra, hogy megemelje a padlót. És kérdeztem tőle, hogy te ezt mit csinálod, hogy a pókok legyen, ahol járkáljanak, éljenek? Tehát ugye a padlót megemelte. És láttam, hogy így rááll ő is, és így próbál járni rajta, de így mozognak.
meg mozdultak ezek a raklapok. Eléggé instabil volt így járkálni rajtuk. És ugye ez is mutatja, tehát én közben magyarázom is az álmot, ahogy megérthettem, hogy azáltal, hogy ő megemelte a talajt a saját lábai alatt, ő próbált megemelkedni, tehát értéket szerezni magának, mint ahogy mindannyian megtettük. Tehát ezt nem csak ő, hanem én is megtettem. Minden. Minden férfi, minden nő. Főképp után egy ilyen sérelem ér ugye a bűnnek következtében, a paráznaság következtében, a házasságtörés következtében. Ugye az ember próbál értéket találni, próbál feljebb kerülni, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő valaki. Ugye ezt mindenki, ez nem csak a sztárok, nem csak a celebek, hanem a legtöbb ember ezt megcsinálja. Nők is, tehát hogyha nőt megsebeznek, kivetnek, ugye elválnak tőle, házasságtörés, paráznává tették őt, ő is ezt próbál csinálni, hogy feljebb kerüljön, hogy a padlót, a padlást megemeli a lábai alatt, jelképesen. Tehát szépítkezik, vagy plasztikai műtét, vagy hajfestés, meg smink, meg parfüm, meg fogyókúra, meg minden. Ugyanez. Csak a férfiak ezt másképp csinálják. Tehát ő próbálta úgymond a talajt megemelni a saját lábai alatt. Úgymond magát felemelni valamelyest ebben az államképben. Következő államképben azt láttam, hogy volt egy ilyen értékes könyv az ő kezében, amire ő büszke volt is, amit ő megmutatotta az ő egy családtagjának. És a családtagja azt mondta, hogy ő is szívesen elolvasta azt az értékes könyvet, de neki nincs ideje. Mert neki nagyon sok fontos dolga van, tehát családja van, gyermekei vannak, minden. Tehát neki, ő nem teheti meg azt, hogy azt a könyvet elolvassa. Ez is nagyon-nagyon beszédes álomkép, mert azt mutatja, hogy ez az ember, mint nagyon sok más férfi és nő, hogyan próbálta magát felemelni. Tehát ilyen könyvből szerzett értékekkel, emberi értékekkel, emberi gondolatokkal, emberi értelemből fakadó gondolatokkal, ádámi gondolatokkal, ugye? Azzal próbálta magát ugye megvigasztalni, kárpótolni azért a szenvedésért, azért a csalódásért, ami őt érte azáltal, hogy elment tőle a nő. És azt is mutatja mindenható Isten, hogy mivel az ő családtagja, ő törvényben volt a házasság által, tehát mint család anya, ugye? Ő törvényben volt, és neki nem volt ideje olyan tudományokkal foglalkozni, amelyekkel megmételyezhette volna az ő lelkét. Ezért mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, a szegények, az egyszerűek, a lelki szegények, akik ugye nem mételyezték meg az ő lelküket, akiknek a lelkéhez nem tapadt sok fölösleges információ. Ők is hajlamosak lettek volna, de a szegénység, ugye a nehéz élet megkímélte őket attól, hogy a lelküket megfertőztessék tudományokkal, emberi tudományokkal, amelyek ugye a tudás fájából való tudományokkal, amelyek az embert felfúvalkodottá teszik, és még inkább elválasztják őt Istentől. Nem hiába van leírva a Bibliában valahol, hogy amikor az emberek megismerték az igazságot, nem tudom, milyen értékre gyűjtötték össze a könyveket, meg az ilyen különböző infót, tehát ilyen dolgot, amiket elégettek. Ilyen amúgy történt azután is. A világ különböző pontjának az emberek rájöttek. Volt ilyen tömegesebb megtérés, úgymond. Az emberek megtagadták a régi szellemiséget, mint a gadarai megszállott. Tehát elégették azokat a hazug kincseket, amiket ők betettek az ő fejükbe. Az ilyen misztikus könyveket, meg okkult tanokat, meg filozófikus tanokat, meg mindent, mert megkapták az igazi kincset. Megtagadván a régi kincseket, azt ugye elégették. Ez történt. És ebben az államképben ugye Isten azt mutatta meg, hogy azok az emberek, akik ugye törvényes életet éltek, ők nekik sem volt olyan túl jó, mert a törvény az embert megtöri, viszont a lelkük megmenekült, mert nem volt idejük sok olyan információval foglalkozni, amivel foglalkoznak a jóléti társadalomban azok az emberek, akik jó dolgukban, mint én is például, tehát én sem voltam kivétel, nagy alakja szintje. Amit én mondok ebben az államképben, amit Isten elmutatott, az velem is megtörtént sajnos, ugyanúgy, mint vele. Tehát ugye a padlásnak a megemelése a könyv által történt, a tudomány által történt, az emberi tudomány által történt, az emberi okosság által történt. Igen ám, csak azt mondta Jézus, hogy aki magát fel akarja emelni, az megalázhatik, a pokolig alázhatik. Aki magát megalázza, tehát a kisgyermek, azt az atya felemeli, felemeltetik.
Tehát ugye egyértelműen Isten megmutatja, hogy a legtöbb ember, legtöbb férfi és legtöbb nő saját magát akarja kárpótolni azokért a károkért, amelyeket a saját bűnei miatt szenvedett. Saját magát akarja felemelni, legtöbb ember. És minél magasabbra akarja magát emelni az ember, annál inkább eltávolodik a mindenható Istentől. Csak az utolsó államképben azt láthattam, hogy bementem egy szobába, tudtam, abban a szobában hivatlan vendégek vannak, abban a lakásban. És ilyen erővel, hatalommal mentem be abba a szobába, és indulatta, hogy kiűzzem a hivatlan vendégeket abból a házból. És három hivatlan vendég volt, mind a három ilyen pokoli lény volt, tehát ilyen tüzes, pokoli, nőnemű pokoli lény, ilyen szajha ábrázatú pokoli lény volt. Tehát ilyen úgy jött nekem ebben az álomban, hogy az volt maga a halál, ugye. És vihogtak, meg vigyorogtak, és kérdeztem, hogy kiért jöttetek, így rájuk üldöttem, kiért jöttetek. És akkor kérdeztem az egyik nevet, és mondták, hogy nem érte. Kérdeztem a más nevet, és mondták, hogy azért se. És mondták a barátom nevét, hogy érte jöttek. Ez a három pokoli lény érte jött a barátomért. Ez volt az álom, és ebből is felébredtem, ebből az álomból is Isten felébresztett, hogy maradjon meg az álom. Tudjon neki elmondani, leírni ezt az álmot. Tehát a felvételnek az első felében elmondhattam azt, hogy mi vár a világra, az istentelen világra, azokra az emberekre, akik a testért élnek, a földiekért élnek, és nem akarják az égieket megismerni, a mennyeieket megismerni. Ugye a pokol tüze az első államképpen, meg a Ferencnek az álmával. Ezt mutatta mindenható Isten, hogy mi vár az elbukott, a fajtalan, a Szodoma Gomora világra, a Szodoma Gomora Székelyföldre, az amerikai Székelyföldre, amelyek el van ugye teljesen torzítva. Nincs erkölcs, nincs lélek, nincs lelkiismeret. De van műanyag, van euró, van új aszfalt, minden van, csak nincs lélek. Már nincs értelme. Minden van, csak nincs értelme. Mert az emberek zombik, biorobotok. Ezért, ahogy Jézus mondta, kivágattatnak, és a tűzre vettetnek. Akár fizikailag is, ahogy a zsidókkal történt, akár fizikailag is. És a másik két álomképben Isten megmutatta azt, úgy a nőkben, mint a férfiakban, hogy mi az oka ennek, hogy sok férfi és sok nő oda fog kerülni a tűzbe. Ennyi a kijelentés, amit kaptam múlt éjszaka, és amit megértettem a mindenható Isten kegyelméből. És nyilván kicsit fáradtnak éreztem magamat, nem tudtam jól beszélni, úgy érzem. Ennek ellenére teljes meggyőződésem, hogy aki meghallhatta, az meg is hallotta. Nincs nekem semmi kétsége. Nem tudtam jól beszélni, mint korábban. Nem egy formán megy mindig. Részben az én gyalóságom is ez, mert én is figyelmetlen vagyok. Néha nem azt csinálom, amit Isten mond, vagy mutat. Nem úgy pihenek, ahogy ő akarná, hogy pihenjek. És ezért sajnos vétkezem én is teremtőm ellen, azok ellen is, akik hallgatják a kiáltó szót, ezért tényleg Isten könyörüljön rajtam. Tudjak hűségesebb lenni, és tudjak tisztában beszélni, tehát ne csinálják ilyen, hogy így megfárasszom magamat, és fáradtan beszéljek, mert amikor kapok egy ilyen üzenetet, nyilván Isten nem azt akarja, hogy én azt én annak az erejét elvegyem azáltal, hogy nem azt csinálom, amit kell csináljak. De őszintén én bízom abban, hogy aki hallotta azt a felvételt, meg is érthette, hisz egyszerűen volt mondva, még ha nem is olyan tökéletes beszéddel, vagy kijelentésekkel, de egyszerűen el volt mondva is, aki ezt hallhatta, megértette, hogy mi az, amit Isten mutat, hogy mi következik erre a világra, mi következik a magyarságra, Székelyföldre, és mi az oka annak. Nyilván arról, hogy hogyan lehet ezt megúszni, erről sokszor beszélhettünk folyamatosan. Nincs más lehetőség, emberek. Nincs más, mint Jézus Krisztus, akit megtagadtunk. Nincs más lehetőség, mint az ő szava, mint maga az újjászületés. Aki nem lesz újjászületve, aki nem kapja meg az újjászületés ajándékát, kénytelen lesz embereket követni, emberekre figyelni, vagy a saját értelmére figyelni. De mint az emberkövetés, a földi vezetők követése, mind a saját értelme az embernek be fog őt vinni abba a zuhanyzóba, abba a fülkébe, zuhanyzó fülkébe, ahol a zsidókat megölték. Ez fog történni. Aki nem születik újjá, ahogy mondja Jézus, az ő szava által, ima által, alázat által, aki nem szembesül a bűneivel, nem kéri a szembesülést,
a bűneivel, aki nem tisztul meg az általa felhalmozott hazugságokból, hazug identitásból, földi, pervers, eltorzott identitásból, aki nem tisztul meg, nem szabadul meg, nem válik gyermekké, az bele fog kerülni abba a tűzbe, amiről beszéltem ebben a felvételben. Ahogy a Fifnak mutatta, hogy a tudomány által, a földi tudományok által, az emberi tudományok által, vagy pedig ahogy mutatta nőknek, nők számára, a bujálkodás által. Ennyi. Isten könyörüljön rajta mindannyiunkon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!